az idő folyik. Valamikor megpróbálunk a folyáshoz szembeúszni, aztán kiderül, hogy egy helyben vagyunk. Vagy együtt folyunk az idővel hátrafelé. Rengeteg úszinemtúlóval találkoztam Rio de Janeiroban. Olyanokkal, akik nem csak beleszülettek a sorsukba, hanem lehetőségük sincs a tovább lépésre, tanulásra, esetleg diplomaszerzésre, gyermekeik felnevelésére. Marad a napi létfenntartás, bármi áron is. Lopás, drog, prostitúció. A domboldalakon a szegény negyedek, favela barrios, ahogy a brazilok mondják. Lábakon álló, bátog, jobb esetben beton alapú, hullámpala borítású sufnik. Afrikai, latin-amerikai, brazil együtt egy negyedben. Állam az államban. Saját piaccal, saját templommal, saját általános iskolával, saját focipályával, saját törvényekkel. A gyerekek úgy nőnek fel, hogy körülöttük a kamaszkorú gyerekek bandába tömörülve az utcán próbálják ki a pisztolyaikat, különféle fegyvereiket, mintha egy szürke piaci hétköznap csendes, dél-amerikai délelőttjébe láthattam volna bele. Mindez furcsa illatok keveredésével párosult. A csatornának, vagy a szemétnek, vagy a hasisnak az illatát lehet érezni. Rossinyóban a középiskolát, könyvtárat, kultúrházat, játszóteret nem találtam. Vannak külföldi segítségek, ami egy csepp az óceánban. Egyre több és nagyobb favellák vannak. A gyermekek jövőjét kilátástalannak látom. Mindez egy olyan városban, ahol az Atlanti óceán mossa a világ legnagyobb strandjának homokját, ahol nem csak a cukorsüveg van, hanem egy nemzeti park is a városban. A fény és árnyék egy helyen, egy időben.